Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! Lépj be te is az elmentes övezetbe. Vigyázat! Hozzáadott színezőanyagot nem tartalmaz. Újra itt? Újra nálunk? Igen, igen, látom, Jani kanalazza a kis kását. Nagyon helyesen. Feri megkérdezte, hoztam-e valamit kóstolónak, mondtam, hogy igen. És kimentem és a büfébe egy szendvicsét. Igen, akkor veszek egy szendvicset. Kicsit udvariatlannak éreztem. Nem, tudod, hogy én mindig mindent megeszek, amit te hozol. Mindig mindent megkóstolok, ezt is megfogom. Köszönöm. Nagyon egy kis füstölt ízesítésű. Na, csak lecsökkent a energia szintem is, kellett egy kis valami rendes étel. De jó, megkóstoltam, tényleg jó egyébként. Tényleg jó. Ilyen kis zakuszka. Gabonakolbásszal, füstölt gabonakolbásszal. Ez is hát energiát egy kis élesztőmentes kenyérrel, úgyhogy azt gondolom, hogy ha Feri ebben utazna, akkor is ugyanúgy lenne. Igen, csak hát az ízek. Nem, már tényleg nem jó, azért, tényleg nem érzed. Nem, érzed, most, nem úgy mondtam, hanem én szeretem ezt az állagot, amiben hús van, értem. Hát értem, vagy igyekszem. Ettől szép a világ, hogy ilyen sokfélék vagyunk. Egyszer mondom, nagyon jókat hozol, de most ezt kívántam meg. Jó, értem. De hol van a szemüveged, Gábor? Összeverekedtél egy böllérrel? Tényleg, hol van? És eltört? Elveszítettem útközben. De most komolyan, kontaktlencsét csináltattál? Nagyon nem. Fura vagy itt szemüveg nélkül. Tényleg? Megvan a szemüvegem valahol, csak vezetéshez használom most, mert javul a szemem, képzeljétek el. Tehát nem romlik, hanem javul. Az egészséges életmód, igen. Csinálsz ilyen szempálcika erősítő gyakorlatokat? Mert régen csináltam, most már nem. Egyszerűen azt veszem észre, hogy látok. Tehát, mondjuk az jó, hogy vezetsz is. De egyébként komolyan észre sem veszem, hogy nincs rajtam a szemüvegem, mert korábban észrevettem. Tehát most, hogyha nem mondja Jani, észre sem vettem, mert hogy látom a számítógépet magam előtt egész tisztán. Úgyhogy egyébként tényleg lehet, valami összefüggés van, van az étrend és a látás között. Hát remélem, hogy ez itt javul. Hát akkor told át a receptet nekem is, mert én rosszabbul látok. Igen. Hát igen. Egyébként a sárgarépáról sokan azt hiszik, hogy a karotén miatt javítja a látást, de nem. Hanem a lutein miatt. Van ez a lutein nevű anyag, ami nagyon, hát kétszer annyi a lutein a sárgarépában, mint amennyi karotén, és az hozza létre ezt a látást, de csak, hát szinte csak párolva. Mint tudjuk, a sárgarépát, ha nyersen eszem, akkor nem sok karotén szívódik fel, ha megpárolom, akkor viszont sok szívódik. Na, betyárja. Mert az nem hőérzékeny. Aha. Alig vagy itt 3 perc, és már tanultunk valamit. Na, mit hoztál nekünk, Gábor, mára? Már mondta az akuszkát. Arra gondoltam, hogy ha benne vagytok, akkor egy jó pár elhíresült diétát sorra vennénk. Itt hétről hétre, és az Atkins professzor által ajánlott diétát hoztam. Egy picit a paleóra átvetítve, nagyon sokan paleóznak Magyarországon, és erről beszélnénk egy kicsit, hogy mi is az Atkins diéta, mi is az a paleó, miben hasonlítanak, miben különböznek, és javasolt-e az ilyen típusú diéta. Ezek közül van, amelyiket szereted, van, amelyiket nem, vagy csak olyanokat hoztál, amivel egyet értesz? Vagy olyat is hoztál, amivel nem értesz? Szándékosan, nehogy szó érje a ház elejét, tehát pro és kontra, tehát egyiket sem szeretném leírni. Annak ellenére, hogy megvan a véleményem sok esetben, de muszáj szakmailag elmondani azt, ami jó benne, és azt is, ami hibás. Ezek a fogyókúrásra vonulatok egyébként az utóbbi években egy hihetetlen bizniszén nőtték ki magukat, meg egy gyakorlatilag egy a táplálkozás tudománynak egy szinte egy különálló szegmensévé váltak, mert hihetetlen népszerűek, nagyon-nagyon érdekli, megérinti is sajnos az emberek nagy részét. Azt szokták mondani, hogy ha szeretnél egy picit keresni, akkor hozzá létre bármilyen fogyókúrás irányzatot, biztos lesznek követői, legalább 5000 ember lesz, aki követi, és meg tudsz belőlük már élni. Azt szokták mondani, persze, kicsit ez hát erős, de vannak olyan fogyókúrás irányzatok, amelyek kifejezetten hasznosak, van, amelyek hiányállapotokat okoznak. Na, kezdjük akkor a paleóval. És azért a paleóval, mert nagyon sok helyen már megjelenik különböző folyóiratokban, internetes portálok, hogy kamu a paleó. És hogy bebizonyították, ugye, hogy hát a paleó étrend, ami lényegében arról szól, hogy magas fehérje, alacsony szénhidrátbevitel, ugye jól mondom? Nagyjából egyszerűsítve erről szól a dolog. Ugye ezt ették az őseink és az ősemberek, és fogazatok alapján, meg régészeti, genetikai, fiziológiai vizsgálatok alapján bebizonyították, hogy az ősember az evett szénhidrátot, nem is éltett volna túl nagyon, ha nem eszik szénhidrátot, gyűjtögetett, evett egy csomó olyan dolgot, amit ugye a paleó elutasít. Most akkor ez kamu vagy nem kamu?
A paleó behozott egy olyan irányt, ami Magyarországon hiányzott, egy hiánypótló irányzat volt, mert jött a vegetáriánizmus, ugye van, aki pedig még mindig hagyományos húsfogyasztó, és hiányzott ez a félmagyaros irányzat, amely megengedi a pörköltet, megengedi a jó ízeket, a füstölt kolbászt, ugyanakkor behoz valami újat. De ez a paleó, hogy megengedi? Lényegében, hogyne, hogyne. Hát nem ettek pörköltet 10 000 évvel ezelőtt. Hát állítólag volt mamut, én mondjuk egészen másban hiszek. Igen. De szóval egy olyan szemléletre alapoz, egyébként a szakma ugye többször meg is támadta, de kitartóan küzd a paleó továbbra is, és amit szeretnék mondani, hogy van eredménye. Mert miközben nem szeretném a szakmát bántani, ugye a szakmai irányoknak hát nem mindig van eredménye, mert ugye mindent szabad mértékkel, tehát ezek az általános elvek, ezek nem használnak. A paleó megmondja, mit egyél, megmondja, mit ne egyél, miből, mennyit, szól, mikor. Csak mondjuk el azoknak, akik hát nem ismerik. Sokan paleóznak, tudom Magyarországon is, de vannak, akik talán nem ismerik. De miről szól alapjából, mit enged, az én olvasatomban egy gluténmentes, keményítő, mentes, tehát krumpli, rizs nincs, tészta, gabona, búza, semmilyen gabona nincs. Ugye a zabot korábban engedte, úgy tudom, ebben már vannak korlátozások, de omega-3-ban gazdag, tehát ugye az omega-3 zsírsavak, omega-6 ugye abban szegény, mert nyuladáskeltő zsíradék. Használ, úgy tudom, kókuszlisztet, használ mandulalisztet, előttem van az ősember, aki nem azt használ, mondja, hogy glutén nem, mandulaliszt. Az igen. Szénhidrát, igen. Kevésbé hús, sokkal inkább. Van glutén ebben a kókusz. Krományoni gulyásban, anya. Igen, tehát egy ősember étrendje azért az baromi tudatos lehetett. Tehát ott belebotlott valamiben, megette, begyűjtötte, ha tudta, levadászta, eleve az, hogyha tudott, állandó húst evett és kevesebb növényt. Hát inkább, ha evett növényt, és ha tudott, akkor evett húst. Tehát értelemszerűen nem tűnik racionálisnak egyébként, hogy az ősember ment és nagyon válogatott. Nem, elég, amiben belebotlott, megette a túlélés érdekében szerintem. Elég intenzíven megvonja a szénhidrátot, illetve a keményítőt. Ugyanakkor adja a gyümölcsöt és a zöldséget, amit az Atkins diéta például megvon az első szakaszban. Tehát a paleó bizonyos tekintetben meghagyja a szénhidrátok egy részét, de nem kenyér formájában, hanem gyümölcs, zöldség, mandulaliszt például, kókuszliszt és ilyen formákban meghagyja. Tehát nem jön létre a ketózis, tehát az a fajta probléma, ami egy intenzív szénhidrát megvonásnál létrejön. Én mégsem tudom teljesen üdvözölni a paleót, mert egy intenzív húsos, bár ettől is egyik-másik szakértő elzárkózik, hogy hát ne, a paleó nem alapvetően a húsra épül, mégis akárhol olvasom, ugye a zsír és a hús jelen van, tehát simán egy sertés. Ugye a paleó számára az étkezés maga nem annyira örömforrás, hanem inkább egy aktus, ahogy fogalmazzák, és az étkezés egy szükséges, de mondanék rossz. Most valamit. Tehát inkább ösztönösnek tartja az evést, egy picit, de mondom, lehet velem vitatkozni. Én ezt olvasom, hogy alapvetően ösztönös cselekvésnek jelzi az evést. Nem lát benne ennél többet, enni kell, együnk, de mit zárjunk ki, hogy a glutén számára az gyulladáskelt, a lektinek is, tehát egy hüvelyes, vagy a lencsefélbe félik az kizárás a paleóból. Viszont egy húsos étrend, mondjuk lenmagos, kókuszos pogácsákkal, gluténmentes pogácsákkal, ma már szinte bárhova bementek, találtok ilyen paleós süteményeket, meg ilyesmit. Tehát van ennek kultúrája, és ami érdekes, hogy a szénhidrát megvonásával az emberek fogyni kezdenek intenzíven. És jól tudjuk, hogy minden szénhidrát megvonásos diéta rövid távon hasznosnak tűnik, mert a fogyás révén az ember sokkal jobban érzi magát. Ezáltal megnyeri az embereket a paleó, és követni kezdik. Viszont hosszabb távon jöhetnek a mellékhatások, ugye a fehérje túltáplálkozása, ugye a savképződés, a vesekérdés, ugye a koleszterin kérdés, amit a paleó tagad, mert ő azt mondja, hogy nem ez okozza a koleszterin szint emelkedést, nem a zsír, hanem a túl sok glutén, illetve a túl sok keményítő, a gyulladásokat, a lektinek okozzák. A paleóban. Igen, ő ezért mondja, hogy nyugodtan ehetsz húst, aha, és zsírt, mert ettől nem fog növekedni a koleszterin szinten. A tojást is használja, úgy tudom, tojásfehérjét, ugye ezekkel állítják össze a különböző, hát ilyen pogácsákat. Úgyhogy a paleóban látok jót, és látok kikezdhető dolgot is abszolút. Tény és való, hogy a vegetárianizmus, ami mellett ugye én is kardoskodok időnként, gyakran, a vegetárianizmust sok szakember elveti, mert hogy sok benne a szénhidrát. És ez tény és való, hogy
ugye hát koca vegetáriánus, aki cukrászdai vegetáriánus, most ezt nem szabadott már mondanom, cukrászdai vegetáriánus, aki... Nem sértődött meg, csak kiment a Jani, hagyjad. De a Jani csak jó minőségű cukrász ütemet. Koca vegetáriánus, a 8 éve nem evett húsz, de mégis koca vegetáriánus. De a Jani azért... A Jani azért nem az, szerintem, tehát ugye, és fehér kenyér, cukor, ugye abban nincs hús. Alapvetően, tehát egy növényi táplálkozást el lehet rontani, abszolút, tehát a húsmentesség még nem jelenti azt, hogy valaki mag egészséges, hanem azon belül is a több nyers, ugye a zöldség, a gyümölcs, stb. Most a paleo meghagyja a zöldséget és a gyümölcsöt. És ez előnye a paleónak. És elveszi a tejet, a kenyér, helyesebben a tejet a hús mellől. Ez fontos tudnunk, hogy ha valaki húsos ételt eszik, és utána megiszik egy pohár tejet, azzal megásta a sírját tulajdonképpen. Hát az azonnal meghal. Te egyszer volt 94-ben egy ismerősöm, az a csülök után ivott egy tejet, már vége. Azt tudod, mekkora orosz rulett öreg. Az, hát figyelj, egy ha én öngyilkos tej. Akarok lenni, én csak ezt csinálom. De miért de halunk várjál, meg? Hallgassuk meg a szakmai érveket, hogy mi jó, abszolút tejjelenes vagyok felnőtt korban. A tejfehérje az két teljesen külön világ, tehát nehogy összemossuk, hogy tojás rántotta, utána tej, meg egy kis szalonna, kolbász. Ugye, tehát többféle állati fehérje van. A kazein, egy nehezen emészthető, kérőcök számára készülő tehén, tejfehérje. A húsfehérje egész más, tehát más enzimek kellenek a húshoz és más a tejhez. Amikor ezek keverednek, ugye a hús és a tejtermék sajt a gyomorban keveredik, nagyon nehezen tudja a gyomor ezt kezelni. Eleve a tejet nehezen tudja. Tehát a tejlobbi azért az elmúlt 50 évben nagyon erősen dolgozik az, hogy ígyunk sok tejet, meg a felnőttek is igyenek tejet. Nem hát nagyon van szükségünk el, más hogy... állat emlőváladékára egyébként. Tehát, hogy ez egy... Hagyjuk már ezeket az emlőváladékot. Hát a tejlobbi az egy ugyanolyan létező lobby, ne ők el akarják ezt adni világszinten, brutális lobby, ugyanúgy, mint a húslobbi, tehát erre nagyon erősen tolják. Ez a tejfehérje keveredik össze az étel más komponenseivel, a hússal, és nagyon nehezen emészthető masszát jelent. Ugye a fosol a tejlobbitól nem hagytad, hogy végig mondjam, ilyen félsz, hogy felrobbantják a kocsitat? Ja, nem. Igen, ez a nagyon gyorsan terelnék ezt, én pedig tudom, hogy ebben egyedülában nyomuló lobby az olaj, a fegyver és a tej. Gyerekek, milliárdos piac a tej is, tehát ne becsüljük azért alá az élelmiszeripart, hogy azért, igen, tehát persze a fegyverkereskedelem. Igen, a tej ellen beszélni nem illik, még akkor sem, hogyha Magyarország minden harmadik ember alapvetően tej intoleráns vagy allergiás. De hogyha a szóját kell szírni azonnal, rögtön egy csomóan vannak, akik rögtön a szója génmanipulált, káros. Sokan nem is néznek utána, hogy a génmanipulált fehérjék azok, vagy hogy jönnek be, bejönnek egyáltalán, vagy egy bio tofu például tartalmazhat a génmanipulált fehérjét, vagy nem, ugye nem tartalmazhat. Tehát egy csomóan azonnal mondják szója, jaj, köszönöm, azt nem. De egy húst, egy tehéntejet nem szabad bántani Magyarországon, mert az rögtön problémás. Tehát elfogult sok ember. Most akkor paleozzunk, vagy ne paleozzunk? Ha döntened kellene, vagy ha ki kellene mondani, én mindig ilyen óvatosan fogalmazom. Én a vegi paleo mellett volnék. Vegi paleo? Igen. Ami azt, hát ugye ez vicces, magyarul ilyen nincsen. Ez azt jelenti, hogy a paleo nem számol azzal, hogy a húsipar, tehát a paleo simán bevállal, úgy tudom, egy kis kolbász, szalámit, tehát nem foglalkozik a hústermékek minőségével. A tehéntejet ugye kihagyja a paleo, ez fontos, a tehéntejet kihagyja, de a húst vállalja, a zsírt vállalja. Nem foglalkozik azzal, hogy milyen takarmányt fogyaszt az állat, hogy a takarmányban lévő káros anyagok az állat zsírjába, szalonnájába kerülnek. Egy csomó vegyanyaggal nem foglalkozik a paleo, de foglalkozik egy hüvelyesben lévő lektinnel, egy gluténnel. De mondjuk egészen más egy búza glutén, egészen más egy zab glutén, teljesen más szerkezet, kímélő glutén van az abban, egy árpai rozs, úgyhogy szerintem egyrészt a fürdővíz együtt kidobta, kijönt a gyereket is, egy csomó gabonát kiönt, egy amarántot miért nem használ például? Bár mondjuk azt rögtön ezt akartam kérdezni, mikor belétél. Vagy... Igen, hát azért így a húst megnézni, hogy azért a vegyi anyagokkal nem foglalkozik, nem? Hát most ilyen alapon akkor ne együnk vizet, mert abban meg halak dugnak. Igen, hogy azért így, igen. Szóval most bocsánat, szóval értem, persze. Az állatok a táplálékláncban a második helyen állnak. Az első helyen az ember. Ugye tudjuk, hogy a táplálékláncban folyamatosan dúsulnak a mérgek. Hát hogyne. Most az a helyzet, hogy a legszennyezettebb élőlény az ember a bolygón, a második legszennyezettebb pedig az állat, mint a tenyészállatok. És ez a kettő cirkulál egymás között, tehát hogy az ember eszi az állatot, és ez visszamérgezi magát, tehát egyre fertőzöttebb, egyre mérgezettebb lesz a szervezet. Hát meg hozamfokozók, antibiotikumok, hogyne minden. Ez akár a tejben is benne lehet, nem is kell megenni a húsát, nem? Hát ott és hát kevesen vesznek mondjuk biotejet, meg biohúst, hanem a tömegcikkeket veszik. A paleo szerintem ezért elhibázott, elkésett. A paleo elkésett. 21. században
paleózni szerintem már abszolút divatja múlt. Úgy tudom, hogy külföldön már ki is szolgálta magát. Magyarországot megint arra használják, hogy ami már külföldön kiszolgált, és ennek a mellékhatások átkerül, és hát Magyarország mindig jó hely az ilyennek, mert megengedi a fűszeres, jó magyaros húsit. Igaz, hogy ne leszel hozzá kenyered, de majd ő... Dehogy nem. És a lényeg, az üzlet, hogy ugye a paleo egy olyan világot hozott be, amit egy átlagember nem tud otthon elkészíteni, és itt jönnek a receptes könyvek, itt jönnek azok, hogy majd én megmondom, hogy akkor mit tegyél. Itt vannak az ilyen paleós, olyan paleós. De minden diéta megmondja, hogy mit tegyél. Tehát ez nem a paleó sajátosság. Hát ezt megmondja az Atkins, megmondja a paleó. A vega oldalon is ott van a millió egy minden recept. Nem, az Atkins megmondja, hogy egyél salátát, brokkolit, deszni, és azt ne egyél, de nem tudom, hogy Atkins szakácskönyv van-e. Nem akarom ezzel bántani a paleót, csak jelzem, hogy egy jó időben van jó helyen ez a rendszer. De Magyarországon felvevő piacon. Magával még 8-10 emberen most készül meg rohamozni a székházat. Így van. Zárjátok az ablakokat, szóljátok a biztonsági most ment a körimér. Egyébként, aki hisz a paleóban... Kamára kaszára. Hallgatjátok a Morning Show-t, paleós testvérem, támadjuk meg őket. Nem, én elmondtam a paleónak a hasznát is, hogy elveszi a glutént, a tejet, elmondom a káros oldalát is. Én nem paleózok, nem fogyasztok, nem veszek húst, nem fogyasztok zsírt, és nem hiszek abban, hogy ez lenne a megoldás. Jó, mi van még a paleón kívül? Mert mondtad, hogy többet hoztál, amiről akarunk beszélni, és ami népszerű Magyarországon. Szénhidrát megvonásos diéták közül. Az Atkins diéta talán nem annyira népszerű, de az első az két nagyon Amerikában. Ne, nagy, itthon nagyon sokan csinálják. A paleo népszerű. Az Atkins viszont rettentő hatékony. Ugye ez azt jelenti, hogy az első 2-3 hétben megvonom magamtól a gyümölcsöt, kenyeret, a tésztát, összes gabonát, keményítőtartalom, krumplit, tejet, túrót, joghurtot, minden diófélét és a kávét, teját, minden kokosnál. Én néhány pusztulni nem leszem fény. Mivel az első 2-3 hétben megenged, még a hagymát sem engedi, mert szénhidrát van a hagymában. Az Atkins professzor azt mondja, hogy baromfi, hal, tojás, sertéshús, vaj, majonéz, növényi olajok, és maximum 20 g szénhidrát, uborkából, salátából, fejes salátás, brokkoliból. Tehát azt meg a szénhidrát azért az agynak szüksége van, igen. Nem? Hogy előállítson bizonyos dolgokat. Ez igaz. Tehát, hogy legyen erőd. Hát konkrétan energiaforrás. Viszont energiaforrás, 6 kilót ígér az Atkins ezzel a hát kvázi szigorú diétával. Neked ígértek 6 kilót, hogyha jókat mondasz az Atkinsről? Igen. És 1,27 szoroz meg, mert áfás, úgyhogy... Tehát ez is egy húsos. Tehát ha megnézitek, mindig ahhoz jutunk, bármerre is megyek, hogy egyél, nem tudom, halat, baromfit, salátával. Ez a lényeg mindenben. Csak nevezhetjük ezt így, úgy, paleónak, Atkinsnek. Édesítőszerek az Atkinsben szaharin, ciklamát, cukralóz, de nem engedi meg ugye a cukrot, és csak vízivást engedi. 2-3 hét után beindul a teljes zsírbontás, és ez veszélyes lehet, ugye, mert ugye ketózis jön létre, ez veszélyes az egészségre. Ezért az Atkins bevezet egy második szakaszt, amikor emelje a szénhidrátokat. Tehát bevezeti már a több zöldséget. Mielőtt beleburgonyát. Most jövőkre sorvasó, mielőtt éppen készüljél megdögleni, egyél meg egy kis brokkolit. Ha még van időd, kinyitni a hűtőszekrényt. És egy kis hüvelyest is megenged, de nem sokat, heti 5 grammal. Tehát naponta, tehát a következő héten minden nap 5 grammal több szénhidrátot ehetsz. Majd a harmadik szakaszban súlymegtartás. Aki az Atkins-et végzi, az egy 8-10 kilótól meg tud szabadulni elég gyorsan. Ez nem biztos, hogy egészséges máskülönben, de működik. Egyébként a paleo is működik, tehát működőképes az Atkins, és van a déltengeri diéta, nem tudom, hallottatok a déltengeri diétáról, ami egy engedményekkel teli Atkins, az azt jelenti, hogy tulajdonképpen szénhidrát megvonás, de a gabonát azt meghagyja. Jó, nézzünk egy kis népszerűbbet, mondjuk nagyon sokat csinálják a vércsoport diétát. Megnézik, hogy milyen vércsoportjuk van, és ahhoz képest ugye rendszerbe van szedve, hogy a te vércsoportodnak mi a jó, és mi a nem jó. Erre vonatkozom, vannak kísérletek, hogy tényleg az ember ezt 60, megnézeti, akkor 60-65% jó tesz a szervezetével? Szerintem érdemes tudni a vércsoportnak megfelelő diétát, de nem építem rá az étrendemet, erre sem. De igaz, lehet van tudományos alapja, igen, hogy ezen és ezen típusú vércsoportnak nem jó a tej és nem jó a hús, ezen vércsoportnak pedig nagyon jó a sok gyümölcs, mint tudom én, a lemmag és a szója. Tehát ennek szerintem van tudományos van alapja, de annak, hogy mondjuk bizonyos vércsoportnál kell a hús például, ebben én nem hiszek. Hiszen egy húsmentes étrendnél minden szervezet gyógyulni kezd. Ha megnézitek, valaki rákbeteg
beteg lesz, akkor az orvos vagy a természetgyógyász rögtön mondja, hogy ne egyen több hús, ne egyen tejet. Akármilyen vércsoportú, ha rákbeteg, rögtön megmondják a húst. Érdekes, hogy ilyenkor a vércsoport már, tehát azt nem mondják, hogy te B-s vércsoport vagy, akkor igaz, hogy rákbeteg lettél, de hagyd meg a húst, mert te B-s vagy. Tehát érdekes, hogy betegség esetén minden megfordul. A vércsoport szerinti diéta megint behozta a tudatosságot, hogy nézd meg, gondold meg, te nem ehetsz paradicsomot. Egyébként azt látjuk a hallgatói körben, hogy sok embernél nem működik. Abszolút bírja a paradicsomot, pedig nem ehetne a vércsoport szerinti diéta szerint. Úgyhogy megint egy olyan, hát ugye emögött egy-két család áll, akik ezt egy életen keresztül kutatták, de a szakma ezt se tudta elfogadni. Úgyhogy hát én magam sem látom igazából, hogy ez teljes egészben működne. De jó tudni, jó látni, jó ismerni a diétát szerintem. Amiként a paleót azért kényszeríti, szerintem ezekben jó otthon lenni. De hogy én mire építem rá az életemet, az egy egészen más dolog. Tehát ebbe se tudok igazából hinni. Ott a testkontroll, ugye, ami azt mondta, hogy délig ne egyél semmit, csak gyümölcsöt. Na de, más meg azt mondja, hogy reggelizem bőségesen, mert hogy az jó, én komolyan mondom, megőrülök. Tehát, hogy itt minden jó, és semmi nem viszont jó. Attól is minden lefogyta, héten megállapítjuk, de tényleg így van. Tehát, hogy és ehhez jött a harcosok étrendje, na jó. Mert kimutatták, hogy mit csinál? Verekszel egy falat kenyérére. Térdugással indítja a napot reggel, tértechnikával bontogatja az álladat picit. Tehát a harcosok áll egy csávó a hűtő előtt, aki megkeverekedne. Ha megverted, benyúlhatsz a saját hűtőbe. Ha nem, akkor aznap nem eszel. Nem, Feriának örülni fogsz. Este leülsz az asztalhoz, megtelítesz, és sonka, kis kolbi. Tehát nincs napközben evés, mert a harcosok újat nem hoztál nem mondjuk az életemben. Nem az volt, hogy este már ne együnk, mert a gyomor nem tud pihenni. Erre jön egy diéta, ami azt mondja, hogy egész nap ne egyél, hát, és kis este zabált hülyére magad. Hát az nagyon annyit klassz. Tesz, amit akarsz. És mire hivatkozik, hogy ez miért jó? A harcosokra hivatkozik, és arra, hogy régen ezek a bivajerős katonák és harcosok, és nem tudom kik, ezek, hát hogy ők így éltek. Nappal ugye harcok voltak, nem tudtak enni, nem volt csend, nem volt nyugalom. Este, amikor a tábor megnyugodott, akkor elővették a portyázásból azt, amit... Na jó, ez már kicsit ilyen. Aha, természetesen. Jó, nézd meg, mit csináltak a harcosok este, írd le, megvan de ennek is van sok ezer követője. Ez egy divat lett, vagy lesz, ugye most növekszik a tábora, én magam is ismerek olyat, akinek bevált, abszolút bevált, jól érzi magát, de úgy csinálják, úgy tudom, hogy bármit tehet este, azért a mértéktartásra ő is fölhívja a figyelmet, napközben lehet időnként egy kicsit nasízni, de rendszeresen és rendesen nem össze-vissza, de nincsen érdemi bevitel napközben. De nem kell éhezni egész nap, és este van az igazi kajálás. Mondjuk ez bírnád, Sócsa. Feri, nem? Ez vagány. Ez vagány, nem? Az, hogy nem eszel nem napközben. Úgy, hogy csipegetsz egész nap, és akkor este egy bunkos botta a fejem vágsz. Valamit, ami a család, és a velociraptorok, amikor így körbeülik az áldozatot, tudod. Így 10-11 körül? Ilyen rituálisan leültök egy marhát este, körbeüli a család, és úgy nekiálltok falatozni. Nem mondom, hogy nem hozol újat az életembe. Most is megvan. De ezek a régi mindig hivatkozások, hogy ez a régen és régen a harcosok, miközben nagyon jól tudjuk, hogy írásos dokumentumok vannak arról, hogy például Bem csapata is Segesváránál azért kaptak ki, mert kimaradt a 10 óraim. Akkor ez legyen a Bemapó diét. A Bem diét, a bőséges 10 óraim. Ha 10 óra is gondoltok ma egyet, és tételfosztok jövő hétre egy diétát, biztos, hogy lesz minimum 10 000 követője. Tehát ma ebből lehet élni, ezért igazából szerintem az a fontos, hogy legyen, tehát hogy ne üzlet, hanem legyen benne szakmai háttér. És ezért szerintem azért jó, hogy amiről itt mi beszélünk szerintem hétről hétre, ezek nem arról szólnak, hogy mit lehet eladni, hanem hogy mi az igazság, mi a valóság. Szerintem ezért jó, hogy erről beszélünk. És ha meg lehet támadni egy rendszert, akkor el kell mondani róla a negatívumokat is. Hogy egy paleó miért? De a jó tanácsokat valami... meg kell fogadni. És én úgy veszem észre, hogy például a Balázsnál ez nem mindig működik, valamelyik nap is rajta kaptam a szerkesztőségben, ahogy undorodva félerőködte egy tál amarántot. Azért, mert valami fogyókúrás, ez borzasztó fontos, hogy nehogy azt higgye valaki, hogy egy fogyókúrás irányzat rögtön egészséges is. Tehát lehet fogyni úgy, hogy közben tönkrevágod a májad, a vesét, az idegrendszeredet, fölhalmozódnak a fehér anyagcsere termékek. Igen, hát az ember a végeredmény nézi, hogy de jó, fogytam 10 kilót, de kevésbé tudjuk megvizsgálni magunkon, hogy ez mit váltott ki a szervezetünkben. És ha látsz egy sovány embert, és azt mondod, hogy na, biztos vagy szikár, ugye biztos egészséges. Lehet, hogy egy olyan aszkétikus diétát tart, ami nem egészséges, és hiányállapotai vannak. És lehet, hogy van valaki, bocsánat, 5 kiló felesleg, és ma egészséges, mind
minden jól működik, és kiegyensúlyozottan táplálkozik. Picit szoba hoztad magadat. A végére. Óvatosan, igen. Na jó, hát... Igen, mindent meg kell vizsgálni. Nem tudom, hogy mennyivel lettünk okosabbak. Nem miattad, egyszerűen pro és kontra mindent hall az ember. Azért mondj szóval egy olyat itt a végén, ami mellétem mondjuk letennéd a voksot. Oda megy hozzád valaki, és azt mondja, hogy szeretnék fogyni, Gábor. Akkor te mit mondanál? Olajos magvakban, tehát mandulát, diófiléket tartalmazó. De ne egyél nem. Napi kétszeri vagy háromszori étkezés, reggel gyümölcsös gabona reggeli, alapvetően 20-30% gabona, 70-80% gyümölcs plusz asszalványok, de erről beszéltünk is, délben 50% zöldség, 50-60% zöldség, és a maradék felmaradó az hüvelyes. Na az mindig jó, vagy gyerekek, helyettő, az hogy napi egy hüvelyes, akkor nincs nagy baj. Barna én attól nagyon kiegyensúlyozott vagyok. A földköles, hántolt árpa, barna rizs. Nincsen, fogyókúrás. Megint eltereltetek, igen. És este egy könnyű nyers saláta olívabogyóval, és néhány kis tofu, vagy házilag készített kis tökmag fasírt. Ezt így elmondtad, fogytam 4 kilót. Az biztos. Úgy lement rólam azonnal, ahogy hallom, hogy eszem a tofutot amarát lisztel. Mit reggeliztél, Gábor? Hát már nem bírtam megállni, és... Jézusom, mit csináltál? És magad az Jézusom. Most valami nagyon durva jött. Mit csináltál? Hagyja úristen. Rosszalkottál az uvanyalat? Megint azt tisztál a tükör elő? Elővettem a kandírozott gyömbért. A kandírozott gyömbért, hát mindjárt megcsikizlek, oda megyek. Te csibészte. És a kölespehelyhez egy kis kókusztelben megáztattam, és így almacsipszel fogyasztottam. Én látom most a hallgatóinkat, hogy üvöltenek a rádió előtt, üvöltenek, akik kemény fizikai munkát végeznek a gyárban, a mezőn, egy autóponton műhelyben, hogy most felüvöltöttek, mint csuvakkal. Ez nekik értelmezhetetlen. Én nagyon szeretem, de ez szerintem nekik értelmezhetetlen. Pedig ezek elérhetőek, és nem is. És mivel fűszerezted, vagy hogy állt ez össze egy reggelivé? Hát egy kis agavészirup volt, és kaptam igazi török datoját, és egészen zselés állagú volt, úgyhogy ezt tettem hozzám. Hát ilyen módon költöttem a reggelit, de ezek az ízek, ugye egy agavészirup, enyhén savanykás édeskés íz, a datoja, a köles, és a gyömbér együtt egy ízkavalkádot hoztak létre. Hát az, ahogy te tavzódsz. Ez egy élmény volt. Látlak, ahogy a kis pizsomádban ülsz ott a reggeliző asztalán, egy kis gyömbér, egy kis amaránt, egy kis lemmagot. Szinte látom magam előtte, hogy most martinászok tódulnak be egy üzemmérnök, és miért nem kapunk lemmagot? Miért nincsen kókuszliszt? Mert mi nem fűszerekkel érjük el az ízeket, hanem különböző nyersanyagokkal ízesítjük. Egyébként amiket hozol, azok tényleg kivétel nélkül finomak. De nektek általában mást hozok, tehát ugye most ezek is maradékot. Nem sikerült, tudod? Amit a stávázi alól sepregetek össze. De ezt a kis kandírozott gyömbért ezt elhoznám nektek, hogy hoznék belőle, hogy megkóstoljátok. Kicsit csípős, fantasztikus. Jó hatása. Azt adom egyébként, isteni a kandírozott gyömbér. Az jó. Hogyha teszel mellé ehető ételeket. Igen, egy szál kolbásszal, Feri, nem egészen. Egy jó szál kolbásszal egészen fogyasztható. Sok gyömbére vagy gyömbér nélkül. Ajánlom. Igen, féltem ettől a végszótól. Hát tényleg jó. Gábor, köszönjük, hogy itt voltál. Én köszönöm a lehetőséget. Jó? Magyar Hangok. Sebestyén Balázs, Rákóczi Ferenc és Vadon János. Hölgyeim és uraim. Ez a Morning Show a Klassz FM-en.